Ismét elérkezett az az öt nap, amikor egy kicsit minden felreáll az iskolákban, hiszen elkezdődött az iskola másként program október 3. hetében. A 2011-2012-es tanév óta kötelező módon megszervezendő iskola másként program egy alternatív oktatási hetet jelent, amelyet eredetileg a gyerekek társas és érzelmi készségeinek fejlesztésére szánnak a pedagógusok, ezt a fejlődést pedig a szokásos oktatási módszerektől eltérő úton kell elérniük, úgy az óvodában, mint az általános iskola elemi és felső tagozatán, valamint a középiskolában is. A Petőfi Sándor elméleti liceum diákjai a tanterven kívüli tevékenységek egész özönének örvendhettek e héten. Az elemi osztályosok a napfénnyel táncoltak az őszi friss levegőben a város parkjában, a tanítónénik segítségével osztálytermükben ízletes, vitamindús gyümölcssalátát készítettek, és Wilhelm Sándor biológus meseszerű előadását is meghallgatták a különleges élővilággal rendelkező Csíkostóról. A lényeg micsoda? Az, hogy Székelyhíd, hát tudjátok, kisváros. Sok nevezetesség nem nagyon van. De ezek, amiket itt elmeséltem, ez az erdő, meg a tó, ahol a vadkacsák tisztálnak, meg a Csíkostó a másik oldalon, a maga gyönyörűségeivel, ezek olyanok, hogy a legnagyobb városok is megvédjenek, kérte Székelyhíd. Úgyhogy büszkék lehetünk arra, hogy székelyhídiak vagyunk, de csak akkor, hogyha ismerjük a szépségeket, amikkel rendelkezünk. A román tagozatos elemisek a Városi Múzeumban egy igényes centenáriumi műsorral ünnepelték Nagy Románia megalakulásának 100. évfordulóját. A népi hímzéses viseletekbe bújt gyerekek helyi termékekkel terített asztallal várták a nézőket. Az előadás, amely többek között a román nyelvet, a román történelmet méltatta, énekekből, szavalatokból állt össze. A felsős általános iskolások és középsulisok a sport és a gasztronómia világai között mindent kipróbáltak, amit csak meg lehetett valósítani az iskola és a termek falai között. A különböző társasjátékok nagy népszerűségnek örventek, kirakós és szudokú is került, de a nemezelés is sokakat lefoglalt. Csokajon se tétlenkedtek az alternatív hét napjai alatt a kisdiákok. A fényeselek elemi iskolában gyöngyöt fűztek, papírvirágot hajtogattak, amikor megéheztek, kókuszgolyót készítettek. A gyerekek. Az iskola másképp programjának nem kedvezett az időjárás. Így az egyik osztály, amelyik a természetes anyagokkal szeretett volna ismerkedni, jó idő híján behozta azokat a terembe. Így agyagozással, számos forma kialakításával teltek napjaik, addig-addig, míg kicsi téglákból, pontos számítások alapján házikókat építettek együtt a tanítónénivel. Megszerezte szezonbeli második győzelmét a székelyhídi törekvés, miután hazai pályán sikerült legyőzze a belényesi Bihorú labdarúgó csapatát. A töri szerezte meg a vezetést az első félidő derekán, egy buktatás után megítélt 11-es érvényesítését követően. 1-0-ás első félidő után hamar megduplázta előnyét a székelyhídi csapat, majd a vendégek is értékesítettek egy büntetőt. Jött a töri harmadik gólja, miután a nem túl következetesen dirigáló játékvezető ismét büntetőt ítélt a belényesi alakulatnak. 3-2-es töri vezetésnél emberhátrányba kerültek a hazaiak, de sikerült kihúzni a mérkőzés végéig. Végeredmény székelyhídi törekvés, belényesi Bihorul 3-2, az IFIK meccsét a vendég belényesi csapat nyerte 3-0-ra. A 9. forduló további eredményei. Nagyváradi AC Bihar Szent Márton 0-0, Madarász Élesdi Krisul 0-2, Bihardi Jószeg Márcsa Puszta 2-1, Nagyszalonta Bihar Szent András 1-2, Fugyivásárhely Vaskósziklás 1-0, Gyapjúi Dácsia Nagyváradi Egyetem 1-3, Borsi Vítorul Érmihályfalvai Unirea 5-0. Thank you.
Ezen a hétvégén október 27-én és 28-án rendezik meg a bajnokság 10. játéknapját a Töri idegenben, a tabella 3. helyét elfoglaló Érmihályfalvai Unirea ellen lép pályára. A mérkőzésre szombaton, október 27-én 13 órától kerül sor. A Töri ifi csapata is pályára lép, ők 15 órától mérkőznek meg a Mihályfalvi ifi csapattal. A 10. forduló további mérkőzései: Élesdi Krisul Bihar Szent Márton, Mácsa Puszta Madarász, Bihar Szent Andrási Krisul Bihar Diószeg, Vaskó Sziklás Nagy Szalonta, Nagyváradi Egyetem Fugyivásárhely, Belényesi Bihorul Gyapjúi Dácsia, Borsi Vítorul Nagyváradi HC. Könyvbemutatóval ünnepelték a Létavérteshez köthető két, a magyar és a román kultúrában meghatározó alak emléknapját, az Irinyi vulkánnapot. Sokak gondolataiban azonnal megjelenik a kérdés, hogyan köthetők ezek a személyiségek Létavérteshez. Irinyi János, az ajtalanul gyulladó gyufa feltalálója, és Jossi Vulkán, a Familia magazin alapítója, mindketten Nagy Létára költöztek 1844-ben, gazdagítva ezzel a helyi közösség életét. Ennek adózik lassacskán negyed évszázada minden ősszel a Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat, a Létavértesi Román Kulturális Egyesület és a Létavértesi Önkormányzat, közreműködve a Körösvidéki Múzeummal Nagyváradról. Csak az marad meg, amit leírnak. 24 éve ünnepeltük Jossi Vulkánt és Irinyi Jánost, és úgy érzem, keveset tudtunk róla, eljött az idő meg a pillanat, amikor mindenki, aki ezen az ünnepségen részt vesz, de bárki a településre vagy határon túlon is, elolvassa ezt a könyvet, felkészülten jön ünnepelni, koszorúzni. Ez volt a célja, hogy ilyen világhírű tudós, illetve ilyen neves költő, akár az általános iskolában, középiskolások körében, felnőttek körében végre érezzék és tudják, hogy megfelelő módon az emlékét, a munkásságokat be tudtuk mutatni. A szervezők minden évben igyekeztek a több mint két évtized alatt újat hozni az ünnepségbe, ám tavaly Szima Sándor, a könyv ötletgazdája nagyot álmodott. Egy olyan ismeretterjesztő kiadványt, amelyben magyarul és románul is olvasható Irinyi és Vulkán életének és munkásságának leírása. A könyv bemutatóján a megjelenteket első ízben Mennyhárt Károly, Létavértes polgármestere köszöntötte. Mint mondta, bár a két fontos személyiség idejében országhatár nem létezett, léteztek bizonyos mértékű határok a véleményekben, gondolatokban. Ám a határoknál nagyobb mértékű volt a tenni akarás a két szomszédos nemzetben, és az, hogy mennyien jöttek el az eseményre, a határ mindkét oldaláról ma is ennek állít tanúbizonyságot. Az aktuális program során számos felszólaló méltatta a kiadvány létrejöttét támogató intézményeket, vállalkozásokat és magánszemélyeket, a szellemi munkafolyamatot és az együttműködést. Épp ezért az üdvözlő méltató szavak folyamatosan tolmácsolták magyar nyelvről romára, vagy épp fordítva. A könyv maga dokumentarista módon, főként levéltári alapokra helyezkedve örökíti meg Irinyi János életét, a feltaláló családjának emlékét a határ mindkét oldalán hűen ápolják, ennek okán a most megtörtént dokumentumok általi feltárást, majd az elbeszélt történelmi forrásokból származó részleteket is színesíthetik a jövőben, mondta Szálkai Tamás, a könyv Irinyiről szóló fejezeteinek szerzője. A most megjelent könyvben olyan eddig még fel nem tárt levéltári dokumentumok szerepelnek, amelyek újat adhatnak hozzá a Irinyi családról eddig alkotott képünkhöz. A könyv Jossi Vulkánról szóló részét Aurel Kiriák és Florin Ardelian együtt dolgozták ki. Vulkán a 19. század egy sokoldalú személyisége volt, egy nagyon összetett korban, meséli Ardelian, a budapesti kisfaludi társaság első beválasztott román tagja volt.
Caucazia primirii în societatea Kisfalu din februarie-martie 1871 rostește un discurs și spune că este onorat să fie primit în societatea Kisfaludii, dar că această onoare vrea să o împartă cu toți maghiarii și cu toți românii, pentru că, spune el, este momentul să intrăm în lume împreună, e momentul să construim punți între noi. Ori aceste punți, pentru a rezista, trebuie să fie punți spirituale. Apoi, spune el, ne vom înțelege foarte bine. Cred că acest punct de vedere al lui Iosif Vulcan poate fi astăzi un remember pentru noi. Noi cei de azi care mai degrabă suntem interesați de diferențe decât ceea ce ne poate uni. A könyvbemutató végén a megjelentek együtt érkeztek meg a létavértesi görög katolikus templomhoz, amelyet Josip Vulcan édesapja Nikolaje Vulcan alapított, s amelynek udvarán ott nyugszik a költő és ortodox püspök Justin Popfiú, akinek emlékére koszorúkat helyeztek el a vendégek a síremléken. Innen a település Josip Vulcan emléktáblájához érkeztek, majd Irinyi János és családja sírhelyénél hajtottak fejet a megemlékezők. Köszöntöm kedves nézőinket Bihardiószegről, ahol ezúttal az Icsi kastély a közösségben felvállalt kulturális szerepét fogjuk megismerni Szabó József helytörténész vezetésével. Egy olyan kis kiállítást hoztunk létre, amelyiknek a szakmai anyagát, a szakmai alapját Wilhelm Sándor tanár úrnak a 30-40 évvel ezelőtti érmelléki gyűjtései, illetve a forrás közlő munkája jelenti ennek a tudományos alapját. Azt tudni kell, hogy az érmellék hagyományos halászati eszközei, azok az emberi találékonyság szinte csúcs teljesítményeinek nevezhetők, ugyanis alaposan kellett ismerni a halaknak a járását, a viselkedését, és abból fejlesztették ki aztán azt az eszközparkot, amit a néprajzi gyűjtések alapján a nagy elődök, Wilhelm tanár úr, Szeligó Ernő, illetve még régebben pedig egy magyarországi kutató is még 1942-ben felgyűjtött, illetve ismertetett. Az itt található halászati eszközök, azok a kerítőhalászat, a szigonyos halászat eszközei, bár a szigonyos halászatot, ahogy én a korabeli szakirodalomból kivettem, és Wilhelm tanár úrnak az elbeszélése alapján is értelmeztem, ezt a korabeli halászok etikátlannak tartották. Fontos volt a
a kerítőháló, amit itt láthatunk, ezt segges hálónak hívták, ugyanis volt egy hosszú feneke, és abba terelte össze a hálónak a terelő szárnyai, abba terelte össze a halat, és akkor abból ki tudták szedni a halakat. Hát nyilván egy korabeli segges háló az nem csak akkora volt, mint amit itt látunk, ez egy kis játékszer ahhoz képest, amit annak idején a halászok használtak, 20-60 méteres volt egy ilyen hálónak a fesztávolság, ez egy olyan 6 méteres. Egy nagyon érdekes jelenséget ír le az egyik forrás közlésében Wilhelm tanár úr, a régi halászoktól hallotta, például itt a Bihar diószegi besenyéri lápon, a csokaiak volt, hogy összefogtak a diószegi halászok, amikor pontyot haláztak kerítőhálóval. Hogy? Az egyik csapat elment az ő kerítőhálójával, a pontja az lekushatta az iszabba, mert ugye a pontja az iszabba menekül a veszély elől. Az első csapatnak a hálójában alig volt valami, pár perc után jött a következő csapat a saját hálójával, és akkor az is tele lett, az pedig tele lett hala, mert ugye a ponty az érezve, hogy a vész elmúlt, felugrik, és akkor úszik tovább, és akkor a következő csapatnak a hálója tele lett hallal. Na most, hogyha egy kicsi párhuzamot vonunk e közt a jelenet közt, meg ugye a jellegzet, tehát a közismert bibliai jelenet közt, ugye amikor Jézus a Genezáretavon, ha jól tudom, ott ugye a halászoknak a hálóját megtöltötte hallal. Lehet, hogy ő, a messiás, jobban ismerte a haljárást, mint azok a halászok, akik évtizedek óta űzték ott az ipart. Na hát ez nem Isten káromlás, hanem ez egy olyan érdekes sztori, tehát az hérmelléken is előfordulhatott valahogy ilyen. Vagy a mi hérmelléki halászaink voltak ilyen csodatévők, csodaismerők. Vagy a mi hérmelléki halászaink voltak tehetségesek. Itt, amit látunk, ez a nád rogozsinából készült labirintusszerű terelő fal gyakorlatilag, ez a vész, illetve a vész fő. Na most azt tudni kell, hogy ahány település volt, szinte mindegyik más logika alapján építette fel azt a labirintus rendszert, amivel a halakat úgymond becsapták, megzavarították, és akkor úgymond sikerült kifogják. Tehát mi történt? A hal ugye az úszik, nekiütközik ennek a falnak, próbál rést keresni rajta, és akkor úszik tovább mellette, és akkor ez a fal beletereli a vészfőbe, ami itt látható. Ezek általában szív vagy félkör alakú, egy picivel magasabbak voltak, mint maga a vészfal, mert a hal ugye megpróbált kiugrani belőlük, és hogy ne tudjon kiugrani, akkor emiatt volt magasabb. És akkor ugye ebbe a labirintusba a halak beletévedtek, ki már nem tudtak jönni belőle, és a merítőhálóval, merentyűvel a halászok ki tudták szedni belőlük a halakat. A halakat ugye tárolni kellett, amit megfogtak, hát ilyen tároló kasokban tárolták a halakat, visszamerítették őket a vízbe, ugye, hogy azért egy kicsi levegőt kapjanak, tehát ne haljanak meg időnap előtt. Az érmelléki halászatnak a csúcs teljesítménye az én meglátásomban, az a jég alatti kerítőhálós halászat volt. Tehát az szerintem az egy logisztikai csúcs teljesítmény, tehát kerítőhálóval a jég alatt halászni. Az érmelléknek, mint tájegységnek azért az élő világát különböző életterekre lehet úgymond felosztani. És akkor itt öt fontos élettér látható az öt nagy panón. Ez ugye a lápi élettér, ott a pusztai élettér, itt az ártéri erdő, amoda már az ember, illetve hát a termőföldeknek, tehát az ember közel, és ott pedig a termőföldeknek, biocenózisnak hívják ezt még szép szakszóval. Igen. Hogy az interaktivitás biztosítva legyen, arra lettek ezek a notebookok, ezek a kis tabletek, igen, ezek a kis tabletek ide feltelepítve, és akkor ezen három nyelvű felirat, három nyelvű magyarázó szöveg ismerteti az egyes panóknak megfelelő halfajtákat, madárfajtákat, illetve növényfajokat, stb. Thank you.
egy diószegről lévén szó, ha van egy múzeum, abból nem maradhat ki a borászati eszközök bemutatása. Ugye, ahogy itt látjuk ezekben a sarkokban is, elkezdve a kosártól és a kalaptól elkezdve, itt minden kisebb-nagyobb eszköz megtalálható. Ezekről mit érdemes tudni, milyen különleges darabokkal találkozhat itt a látogató? Az érmelléki közönségnek én nem kell bemutassam külön a szőlészeti borászati eszköztárat, ugyanis azt szerintem mindenki tudja. Talán esetleg a mostani fiatal gyerekek azok talán már újdonságként hat nekik, de azért a mi korosztályunk az még benne nevelkedett az ilyesmibe, sőt a 60-70 évesek azok meg éppen. Hát amit érdekességként szeretnék kiemelni, két eszköz. Az egyik az itt látható, ez egy komlószárító, úgy mondjuk neki. Gyakorlatilag a szőlőt is azon aszalták, illetve a kenyér tésztát, mikor ugye a kenyeret dagasztották, a maurikát, én úgy ismerem, hogy maurika, száraz kenyér tésztát, tehát kenyértésztát szárítottak rajta, és akkor majd következő dagasztásnál az volt úgymond az élesztő helyett az erjesztő anyag. A kovász, igen, tehát a kovásznak az erjesztő alapanyaga többek közt. Ez azért érdekes, mert általában ezek az ilyen úgynevezett komlószárítók, ezek kör alakúak. Nagyobbak, kisebbek, de kör alakúak. A következő tárgy, amit szeretnék külön kiemelni, ez egy puttony, veszőputtony. Én azt hiszem, hogy nem mondok hazugságot, ha azt mondom, hogy talán Diószeg utolsó veszőputtonya. Ugyanis puttonyok vannak még a Szőlőhegyen forgalomban, deszkaputtonyok, faputtonyok, de ez az utolsó veszőputtony, ezt ifjabb Tasi Józseftől kaptuk, és hát ez egy nagyon érdekes egyedi tárgya a gyűjteményünknek. Nekem úgy tűnik logikusnak, hogy a vesző, mivel levegőt is ereszt, és könnyebb is anyagként hordozni háton, mint a fa, felmerült bennem a kérdés, hogy miért váltottak az emberek faputtonyra? Valószínűleg azért, mert ha szüretelnek túlérett a szőlő, ez egy jó nagy termetes puttonya, sokkal kisebb a puttonyhoz képest. A szőlő saját súlyától valószínűleg egy kicsikét nyomódik, és akkor csorog a leve. Ami még egy érdekesebb dolog az az, hogy két szőlőprés, két középorsós szőlőprés keretén segítségével egy kicsikét be tudjuk mutatni egy eszköznek a technikai fejlődését. Tehát itt még ugye favázos, tehát gerendavázos, csak középen van öntött vas eleme, míg a másik sarokba, másik kompozícióba, ott már egy gyárilag készített, valószínűleg ez is gyárilag készített, de ott már egy szinte teljesen vasvázas, öntött vas szőlőprés látható, középorsós. Tehát szoktam általában a turistáknak, turistákat az őrületbe kergetni, mikor megkérdezem tőlük, hogy mi az a kacór. Az volt valamikor az érmellék szőlőmetsző kése. Nem csak az érmellék, Kárpát-medence szőlőmetsző kése. Tokajba, illetve különböző magyar lakta vidékeken kicsi formabeli eltérések, illetve használati módbeli eltérések voltak köztük. És egész az 1800-as évek második feléig, amikor bejöttek a metszőollók, ott látható két metszőolló típus, két régebbi metszóló típus. Mikor bejöttek a metszólók, akkor ezek a kacorkések, ezek kivesztek. Tehát a metszóló nyilván sokkal hatékonyabb volt, mint ez egy ilyen késsel faricskán, igen, sokkal gyorsabb. Lent pedig, ami látható, annak semmi köze a szőlészet borászathoz. Nem is tengeri morzsoló. Ezek jégpatkók. Ezek gyakorlatilag, én amit olvastam, az első világháború után terjedtek el jobban, ahogy visszajöttek Szibériából a hadifoglyok, állítólag onnan hozták magukkal ezeket az eszközöket. Ezzel nagyon könnyen lehetett télen mozogni a jegen, tehát felkötötték a cipőkre, és akkor nem csúsztak. Yeah.
kiállítótérnek az egyik sarkából átsétálva, ahol kezdtük a beszélgetést, átsétálva a másik végébe, itt ilyen teljességében így belepottyanunk a láp a mocsárvilágba, főleg ami a hangeffektusokat illeti, és ahogy említett ön is, hogy innen mindenki szájtáltva hagyja el ezt a teret, itt mit látunk berendezve? Hát itt igyekeztünk egy autentikus érmelléki táji környezetet létrehozni. Ugye a nagy híres körfestmények mintájára, csak hát itt nem középen bújunk ugye fel, és akkor nézünk körbe, mint a Munkácsi körképnél, hanem itt szépen besétálunk. Van egy 18 méteres összefüggő nagy festmény, ami egy terepasztalban folytatódik, illetve amit egy kicsikét felturbóztunk egy olyan hangeffekttel, amit én egy adott pillanatban 30-40 percig hallgattam, de nem ismételte saját magát. Tehát ez nyilván a létrehozó cégnek a technikai tudását dicséri. Amúgy a tárgyak, amiket kiállítottunk, egy részük eredeti, másik részük az utánzat, tehát eredetihez hű utánzat. Eredetileg az a két tapogató, ami a csónakban látható. Az egyiket az Cservik Béla bácsi adta az elsőt, az 50 évig volt neki fent a padláson, annyira eredeti, még a pókhálót se szedtem ki róla, sőt még a több évtizedes port se tettem be róla. A másik tapogatót azt egy Bihar-Diószeg egykori halászmestertől kaptuk, halászembertől kaptuk, nagyon meglepett a dolog, ugyanis Bihar-Diószegen ilyen hagyományos halászatot már több évtizede nem űznek, ugyanis itt minden le van csapolva, itt nincsen semmi mocsár szinte, amiben ilyen régi halászatot lehetne űzni. Kedves nézőink, reméljük, hogy felkeltettük érdeklődésüket ezzel a részletes tárlatvezetéssel. Foglaljanak önök is minél hamarabb időpontot ide Diószegre, az Icsi Kastély Ökológiai Múzeumába.